Ez a nyugat, és további nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Megvan a Unique legújabb dala. Hú, mi, mennyi is volt? 3,5 év? Azt hiszem, amennyi eltelt a legutóbbi produkciójuk óta. Na mindegy, lényeg, hogy a Unique rajongók örülhetnek, mert a Magadban kereszt című dal egy vadonatúj muzsika. És hát egyébként pedig milyen kicsi a világ, mert hogy szombathelyi vonatkozása is van a dalnak. Egészen pontosan egy kicsit tovább gondolása a dalnak. Hogy miről van szó, azt mindjárt megbeszéljük. A Plasma Beat egyik felével, Asbolt Gergővel, szevasz! Sziasztok! Na, készítettetek ti egy remixet, méghozzá ez egy hivatalos remixe a dalnak. Milyenek a sztoria, hogy jött a felkérés, hogy talált rátok a Unique, vagy ti ajánlottátok magatokat, vagy egyáltalán hogy jött össze a történet? Épp most, ahogy idefele jöttem, ezen gondolkodtam, hogy mit fogok erre mondani. Nos, hát a sztori röviden annyi, hogy tavaly, amikor elkészítettük a Keresem a szavakat című klippünket, rengeteg helyre elküldtük, kiadóknak, zenészeknek, akiktől úgymond vártunk valami visszajelzést, és hát a Unique zenekar is nagyon kedves volt, hiszen visszajelzett, hogy nekik ez nagyon tetszik. Tetszik ez a hangzásvilág, meg úgy általában az egész produkciót megdicsérték, és rögtön jött a másik része a dolognak, hogy ha a közeljövőben lesz nekik egy új számuk, akkor részt vennénk egy ilyen remixes dologba, tehát így közreműködnénk-e. Természetesen rögtön igent mondtunk, és hát az érdekesség az, hogy ez körülbelül, most nem akarok hazudni, de olyan 10 hónapja történt ez a levélváltás, majd egy hónappal ezelőtt jött ismét a folytatás, hogy na, akkor elkészült egy új dalunk, számíthatunk-e rátok, és igazából így ismét elkezdtünk beszélgetni, és így összehoztuk ezt a dolgot. Meg fogom mutatni, amiket mindjárt remixet, mondjuk én már hallottam, és mondtam, hogy egy abszolút teljesen plazma beat, tehát hogy nem tudjátok eletagadni magatokat, de hát ez is volt tulajdonképpen a kérés, ahogy mondtad nekem, hogy egy kicsit a Keresem a szavakat dalhoz hasonlóra formáljátok a Unique-nak a produkcióját. Igen, alapvetően ez a dal tetszett meg nekik, meg hát a hangzású, ugye hát ez nem titkolt célunk volt, amikor megcsináltuk, hogy ez egy kicsit egy depes módos hangzású, szándékosan olyan dobok szólnak, a basszus, az szinte egy az egyben Depeche Mode-nak egyik számát idézi, és hát pont ezt tetszett meg nekik, tehát nyilván nem is akartunk ettől eltérni, sőt, hát a kérésük is ez volt, hogy egy kicsit ilyen korabeli, vagy nem tudom, hogy nevezzem, régi elektrós hangzás, sőt a Depeche Mode is szóba jött, hogy nyugodtan abba az irányba kezdjünk el dolgozni. Hát nyilván, amikor az ember csinál egy ilyen maxi CD-t, és kiossza úgymond a szerepeket, hogy ki milyen stílust képviseljen, hát ránk ez a szerep jutott, hogy ez a kis Depeche Mode-os retrósabb elektro hangzás legyen. Egyébként szerintem nekem nagyon tetszik, úgyhogy majdnem jobb, mint az eredeti. Vagy lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok, nem baj, én ezt vállalom. Nekem nagyon tetszik. Nem is találkoztatok, hogy találkoztatok a Unique-kal? Vagy nem, csak ilyen e-mailezgetés, telefonálás volt? Így van. Kizárólag e-mailezés. Hát korábban persze találkoztunk velük, mert szeretjük a Unique zenét, voltunk koncerten, illetve fellépésükön, tehát ennyi, de amúgy személyesen nem. De alapvetően amennyit sikerült így kommunikálni velük, illetve az Ádámmal, hát teljesen korrekt és nagyon, nagyon pozitív dolgokat tudnék róla mondani, tehát abszolút egy segítőkész. Szuper, szuper ember. Igen, volt az RTL2-nek ez a, hát most nem tudom, hogy csak ennyire tervezett, vagy egyébként Zsákutcába futott ez a Selfie című műsor, nem tudom, hogy követte, de ugye ott volt gyakorlatilag a dal premier, vagy hát ott is lehetett látni ugye azt a bizonyos Unique koncertet, ahol bemutatták a dalt. De miért csak oda akartam kiukadni, hogy egy nagyon szimpatikus párról van szó, ugye, mert hogy a Unique zenekar kétharmada az gyakorlatilag ugye házas párként is működik. Azt tudod, hogy mi lesz ennek a dalnak a sorsa? Hogy felkerül a kislemezre, digitálisan letölthető lesz, vagy egyáltalán hogy lehet hozzájutni? Hát most ez annyira friss ez a dolog, hogy mi most itt beszélgetünk, hogy azt hiszem pont a mai naptól, illetve tegnap már egy oldalon fent volt, és a mai naptól kezdik el elárasztani ezeket a digitális letöltő oldalakat. Mi egy másfél percet tehetünk közzé a saját oldalunkon, ez egy ilyen iratlan szabály, úgymond, hogy nyilván nem mi promózzuk majd ők. Úgyhogy szerintem ez most egy ilyen premier, ami itt fog történni, hogy először fog hal teljes egészében lemenni nálatok ez a remix. Na, úgyhogy ez szuper. Digitális letölthető lesz, vagy lesz korong is? Én úgy tudom, hogy lesz korong is, aha, hogy most ez csak promóciós céllal, vagy kereskedelmi forgalomban is kapható lesz, ez szerintem még lehet, hogy ők sem tudják, de én úgy tudom, hogy lesz belőle valami maxi, és azt hiszem ez egy albumnak az úgymond ilyen előszele. Igen, én is amit kaptunk a Unique-tól anyagot, abban az volt, hogy ez az új dal, és aztán szépen lassacskán majd egyébként dátum nem volt kitűzve, tehát gondolom
hogy még azért javában zajlik a dalszerzés, meg a stúdiózás, jön majd a nagy lemez is. Na, hát örülök neki egyébként, hogy megint öregbítettélek egyrészt a Plasma Beat, meg ezáltal egy picit talán Szombathelyi hírnevét is, hiszen szerintem lassacskán, aki elektronikus zenébe utazik, akkor azt tudja, hogy Plasma Beatre lehet számítani, mert hogy mindig minőségi produkciót hoznak össze, és hogy a hallgatóknak is meg tudjuk mutatni az új dalt, akkor most hozom Plasma Beat remixében a Unique Magadban kereszt című dalt. Asbóth Gergő, köszi szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, sziasztok!